minden gyereknek az a természetes, amiben felnőtt, tehát nem nagyon van összehasonlítási alap, az maga a mindenség, ugye a gyerekkorunkban azt gondoljuk, hogy az a inkább az a fura, amikor ebből aztán később kikerülsz a valóságba, hogy az milyen más ehhez képest. És hát sokat szoktunk, főleg a bátyámmal beszélgetni erről, hogy milyen hozadékai vannak ennek egy ilyen típusú gyerekkornak, mert amennyire nagyon jó, meg inspiráló, meg nagyon sok felé elindítja az embert, az a folyamatos szellemi pezsgés, meg az a sok különleges okos ember, aki megfordult a lakásunkba folyamatosan, azért az annyira rá is nyomja valamennyire a bélyegét, ugye főleg később, amikor így ráébredsz, hogy fú, hát itt azért egy csomó híres ember van ebbe a családba, akkor azért nekem is valamit le kéne tenni az asztalra. Ez lesz egy ilyen nyomás, tudod, hogy tudsz ennek megfelelni. Hát ugye édesanyám pedagógus volt, apám pedig ugye szobrász, tehát ezért nem volt így kötött munkája, és ezért ezt a luxust, ezt megtehettük, hogy gyakorlatilag 3 hónapot kint voltunk az erdőbe. Az nagyon-nagyon jó volt, tehát ott az mindig nagyon megpendített ugye minket, ez a 3 hónapos fáramászás, erdőbe mászkálás, teljesen szabad élet. Az elején, amikor elkezdtünk a Love Band-del koncertezni, akkor az valóban egy kihívás volt, hogy helyezkedek ebbe bele, hogy most akkor viszont én vagyok itt, azt csinálom, amit akarok, és ott van sok-sok ember, akire hatni kell egyedül. Hát nem egyedül, mert ott van mögöttem a zenekar, meg ott van a zene, meg az egész, de hogy mégis nekem kell elvinni. És hát ez valóban ez egy nagy kihívás volt, és kellett azért egy kicsi idő, amíg megtaláltam magamban ezt. Viszont amikor megtaláltam, az egy nagyon nagy élmény volt, és akkor meg azt éreztem, hogy megtaláltam valamit, ami végül is még a színészetnél is jobban érdekel, és jobban élvezem. És hát végül is most már 12 éve ez a fő iránya az életemnek. Én ezért is borzasztó boldog vagyok, hogy nekem nem úgy lett gyerekem, hogy én színész vagyok, hanem úgy, hogy már a zenekar abban az időszakban, amikor már a zenekar volt, és én már szabadúszó színész voltam. De persze már én sokkal fiatalabb koromban gondolkoztam azon, hogy csak le ne maradjak arról, hogy gyerekem legyen. Tehát én ezt nem akartam kihagyni semmiképpen. Egy színésznő, aki mondjuk játszik 20-25-öt, én nem tudom, mikor látja a gyerekét. Tehát ugye, mert az pont az a... Tehát mire reggel elviszed, és akkor értem ész, utána mész be a színházba. Tehát én azt nem is tudom, hogy bírtam volna ki. De így, hogy már szabadúszó voltam színészként, csak kevés munkát vállaltam, a koncertek általában a hétvégén vannak, meg hát az én zenekarom, én vagyok a frontban, tehát ha olyan van, akkor azt mondhatom, hogy most legyen kevesebb koncert, vagy most így legyen, vagy úgy legyen. És hát ez egy nagyon nagy ajándék volt nekem az élettől, hogy ezt így tudtam időzíteni, mert egyébként nagyon kemény lett volna, nem is tudom, hogy lett volna. Az a baj, hogy most már nincs olyan, tehát most már bárki írhat kritikát, és bárki ír is. Tehát ez már nem számít kritikának, ez Pista vagy Juci véleménye. Csak ugye az a bosszantó benne, hogy ki az a Pista, meg ki az a Juci, és miért pont az ő véleménye az az egyetlen, ami viszont akkor megjelenik, és azt mindenki olvassa. Tehát ez már rég egy káosz. És nem tudom, nem. Persze, mindig mondjuk, hogy kell a kritika, meg nem tudom, igazából most, hogyha egészen őszinte akarok lenni, azért alapvetően az alkotó emberek utálják a kritikát, és ez így van. És szerintem kritikus általában az lesz, aki nem tudott az lenni, ami szeretett volna, és ezért bánatába kritikusból. Elnézést kérek minden kritikustól, és igenis volt még olyan időszak, és most is van egy-két olyan igazán komoly szakember, aki nem kritikát fogalmaz meg, hanem valami, egy nagyon érdekes gondolatot, valami többet, valamit egy megvilágítja azt a dolgot, vagy azt a művészt, vagy azt a művet, amiről ír. Egy csomó probléma az életünkben azért van, mert nem halunk meg 40-50 éves korunkban, mint ahogy régen ez illett, vagy hát ahogy. És hát ezért nagyon sokszor például a párkapcsolati problémákat is ugye erre vezetnek vissza, hogy egyszerűen túl sokat kell valakivel leélned, de ennyit nem lehet. És akkor ezt még ugye most abba belegondolni, hogy mondjuk 100-120 évig is élhetünk, mert hogy tényleg kicserélhetőek lesznek a testrészek, a szervek,
és majd kap az ember egy ilyen mű húzatot végül is. Vagy akár az is lehet, hogy egy mesterséges intelligenciába lesz beletéve az, aki én vagyok, és akkor a test már meg is halhat. Tehát, hogy őrületes dolgok vannak, tényleg félelmetes. Lehet erről nagyon érdekes dolgokat olvasni, hogy majd hogy fog pár száz év múlva, hogy ilyen nagy szeme lesz az embereknek, és ilyen fura hüvelykújja. Például olvastam egy ilyen jövő kutatást egyszer, hogy így fognak kinézni, ilyen már teljesen, tehát teljesen csak a képernyőhöz alakult arc és test. Meg hát ugye annyi mindent mondanak, hogy már igazából a testünkben minden lecserélhető lesz, tehát ugye itt azért nagyon félelmetes dolgok vannak. De közben meg azt látom, például én Tájföldre szoktam menni egy kicsi szigetre télen, és ott látom, hogy mi is minden reggel, de akik ott laknak azokban a kis bungalókban, mindenki szedi a szemetet és teszi rendbe ott a partot. Tehát, hogy normálisan gondolkozó ember legalább maga körül próbál erre figyelni. De hát most ez teljesen mindegy, hogy én azt mondom, hogy nem használok nylon szatyrot, hogyha minden boltba könyörögnöm kell, hogy ne tegye bele, kérem. Tehát, hogy teljesen mindegy, mert most az, hogy én nem veszem el, attól még előttem is mindenki elveszi, meg utánam is. Nagyon, igen, érdekes ez, hogy figyelni az embernek az életét, hogy hogy történnek a dolgok, és tényleg, hogy van-e sors. Abszolút azt gondolom, hogy van, de azt is gondolom, hogy mi irányítjuk. Tehát az, hogy ki hogy cseszi el a saját életét, azért az általában az mindenkinek a saját felelőssége és a saját tehetségére van bízva, hogy ez milyen mértékben képes azt az anyagot, azt a rengeteg erőt, energiát, ami alapvetően egy jól működő szellem és fizikum, egy ember, az tényleg végtelen lehetőségek tárháza, én azt gondolom. Tehát az, hogy testileg, szellemileg hogy fejlesztjük magunkat, és mit kezdünk azzal az alapanyaggal, amit kaptunk, azt szerintem abszolút a mi felelősségünk. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy vannak teljesen kivéthetetlen és őrületes események az életünkbe, amik iszonyú nagyot dobnak, mint egy ilyen turbulencia, és akkor utána az megint egy feladat, hogy aztán akkor ezt hogy csináljuk. De én azt nem gondolom, hogy így ülök, és azt mondom, hogy velem minden meg fog történni, mert ez a sors. Tehát borzasztó sokat kell az embernek magán dolgozni, meg a maga körül lévő emberekkel való viszonyán. Rengeteg hiányérzetem van, hát szerettem volna több gyereket is szülni most, hogy így belegondolok, meg hogy már van egy, és azt tudom, hogy mennyire jó, de azt is szerettem volna, hogy elköltözni valami kis szigetre, és nyitni egy szörfkölcsönzőt, vagy egy jóga stúdiót, és egy olyan helyen élni, ami az emberi, számomra az emberi életre van kitalálva, tehát meleg van, tenger van, és napsütés, és gyümölcsök. Mert azt gondolom, hogy ott minden embernek ilyen helyen kéne élni. És nem egy szmogos városba. Mindig azt érzem, hogy semmire nincs elég idő. Úgyhogy azt is mondhatnám, hogy csak hiányérzetem van, de ez meg persze így nem igaz, mert közben meg egy csodálatos, iszonyatosan izgalmas és tartalmas életem van, és sok minden megtörtént velem, amire nem is számítottam, vagy ami csak a legtitkosabb vágyam volt. Úgyhogy ezt be kell látni, hogy ha ráteszi azért alapvetően az ember egy sínre az életét, akkor azért az lesz, és nem nagyon lehet abból már kikerülni. Vagy hogyha ki akarsz, akkor gyakorlatilag csak egy éles váltásra lehet, és azt mondod, hogy én most egy másik ember leszek. Ott van a lehetőség, és ez borzasztóan idegesítő, hogy ott van rá a lehetőség, mert bármikor azt mondhatnád, hogy eladsz mindent, és elmész, vagy nem tudom. De hát mivel én azt érzem, hogy ez a sín, amin én éppen megyek, ez egyébként meg csodálatos és nagyon jó, tehát ezért inkább csak a hiányérzet marad abból, hogy még mi minden lehetnék, és majd a következő életemben.